Csütörtökön már kora reggel elkezdődött a 15-ből annak az elkészült 11 önkormányzati lakás kulcsainak átadása, melyekre a 35 év alatti fiatalok pályázhattak az Életpálya Ösztönzés Füzesabonyban kulcsakezdéshez kiíráson. Mi már többször is beszámoltunk róla, Füzesabony 200 millió forintot nyert el 2018 év elején 15 önkormányzati bérlakás kialakítására. A projekt segíti az önálló életkezdést azzal, hogy kedvezményes lakhatást biztosít számukra. A lakások 40 és 70 négyzetméter közötti alapterületűek, alkalmasak egy vagy két fő befogadására, de akár egy kisebb család is kényelmesen elfér a nagyobbakban. A városvezetés célja, hogy minél több fiatal válassza otthonának Füzesabonyt. Reggel átadtak a Szabadság úton 1, a Turul úton 3, az Egyetértés úton 1 és a Boros úton szintén egy lakás kulcsait, utóbbiba Fekete Ferenc költözhet be családjával. Nagy lehetőséget láttunk benne, hogy könnyebben a saját lakáshoz jussunk, mert ugye a szüleimnél lakunk most jelen pillanatban, és ez tűnt a legkönnyebb lehetőségnek. Mekkora segítség ez nektek? Elég nagy segítség, ugye van már pénz, amit gyűjtöttünk, de még nem elég ahhoz, hogy saját lakást vásároljunk, úgyhogy így sokkal könnyebben tudjuk összeszedni az anyagiakat a lakásvásárláshoz. Azt mondták, nagyon tetszik nekik a lakás. 79 négyzetméter, 3 szoba, plusz fürdőszoba, tényleg abszolút meg vagyunk vele elégedve, fel van újítva. Az ünnepélyes megnyitóra a művelődési házban került sor, ahol Veres Tünde projektmenedzser ismertette a pályázatot. Jelentős mérföldkőhöz érkeztünk el a projektünk életciklusában, de nem csak abban, hanem Füzesabony város életében is, hiszen a mai napon átadásra kerülő lakások egy olyan program része, melyre ez idáig nem volt példa a településen. Tudatos, előrelátó gondolkodás eredménye ez, amely évekig hatással lesz több fiatal család életére, pályakezdésére, egzisztencia teremtésére. A lakásokat a fiatalok a mai napon birtokba vehetik. Bízunk benne, hogy ez megfelelő indítatást tud biztosítani számukra, hogy jövőjüket hosszú távon is füzesabonyi lakosként képzeljék el, és itt telepedjenek le, átadva helyüket az őket követő újabb fiatal bérlők sorainak. Tudom, hogy a mai nap a Kulcsakezdéshez című programunkról szól, de a projektmenedzsereként szeretném összességében bemutatni az Életpálya Ösztönzés Füzesabonyban című projektünket. Körülbelül 2 éve jelentette meg Magyarország kormánya az Esély Otthon című felhívását, melyre azok a települések nyújthatták be pályázataikat, ahol a KSH adatok alapján egyértelműen kimutatható volt a csökkenő fiatal lakosság száma. Füzesabony város önkormányzata élt a lehetőséggel, és pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához, melyre 200 millió forint támogatásban részesültünk. Célcsoport ugye a 16-18 éves korosztálytól a 35 éves korosztályig. A projektünket 2018. február 1-ével kezdtük el. Nagyon fontosnak tartjuk a programjaink népszerűsítését, ezért rendszeresen fórumokat szervezünk. Ez idáig 3 vezetői, 2 fiatalok fórumát szerveztünk meg. Rendszeresen kitelepülünk a város nagyobb rendezvényeire, számtalan offline és online média megjelenés jelent meg a sajtóban erről. Létrehoztuk saját közösségi oldalunkat, melyen szintén megszólítjuk a fiatalokat. De mit is népszerűsítünk? Életvezetési tanácsadásunkat például. Az életvezetési tanácsadást tavaly áprilisában indítottuk el, minden pénteken 2-től 6 óráig lehet igénybe venni, ez idáig 30 fő kérte ennek a lehetőségét. A tavalyi évben elkészítettük Füzesabony város ifjúsági cselekvési tervét, amelyet egy Google kérdőív kutatás előzött meg. Itt a 18-tól 35 éves korú fiatalokat szólítottuk egy kérdés felelet válaszra,
amelyből egy elemzést is elvégeztünk, és a cselekvési tervünknek az alapját képezte. Közben ugye nyelvtanfolyamokat is szervezünk a fiataloknak. A tavalyi évben 12 főnek tudtunk támogatást nyújtani abban, hogy ingyenesen vegyenek részt intenzív angol nyelvtanfolyamon. Ebben az évben a jövő héttől indítjuk újra a nyelvi képzésünket, most pedig 9 főnek tudunk segítséget nyújtani, amelyről a sikeres vizsga után tanúsítványt fognak kapni. A lakhatási támogatás mellett másik fontos eleme a projektünknek az ösztönző program. Mint ahogyan említettem, Füzesabonyban is az elmúlt évek során nagy volt a fiatalok elvándorlása, amelyet, hogyha a grafikonon is megtekintünk, egy több mint 6%-os csökkenést mutatott. Mielőtt kidolgoztuk az ösztönző programunkat, felmértük a településen a hiány szakmákat, egy munkaerőpiaci feltérképezést végeztünk, amelyről létrehoztunk egy adatbázist, mely megtalálható az ösztönző program pályázati felhívás összes mellékletével Füzesabony város honlapján és annak aloldalán. Az ösztönző program célját ugye arra hoztuk létre, hogy a helyi munkahelyeket elősegítsük, hogy betöltsék a hiányzó állásokat. Ami elvárás volt, a 18 és 35 éves korosztály természetesen, és füzesabonyi állandó lakóhely, illetve ha azzal nem rendelkezett, akkor a támogatási szerződésig egy akkora már állandó lakóhelyet kellett létesíteni. Elvárásunk mindössze annyi, hogy egy 20 órás önkéntes munkát kell végezni a településen. A projektben a 3 év alatt 60 főnek tudunk ilyen támogatást biztosítani, amely havi 52.000 forintot jelent, és egy éven keresztül tudjuk ezt folyósítani. Ez idáig 47 főnek tudtunk támogatást biztosítani. Itt a dián látható, hogy milyen állásokat töltöttünk be ennek a segítségével. Úgyhogy még 13 főnek tudunk támogatást biztosítani. És elérkeztünk a napfénypontjához, a Kulcsa kezdéshez című lakhatási programunkhoz. Füzesabony város önkormányzata 15 darab lakás felújítását vállalta a projekt keretében. A mai napon 11 darab lakást adunk át. Be szeretném mutatni a lakásokat, hogy hol folytak a beruházások. Azért is, hogy akik esetleg nem tudnak minden helyszínre eljönni, hogy láthassák, hogy mit újítottunk föl. Elsőként az ifjúságút 22 szám, ahová fogunk is majd kimenni helyszínre. Ez egy 78 négyzetméteres családi ház. Beköltözik Tuza Simon Eszter és családja. Következő a Szabadságút 41 szám alatti családi ház, 77 négyzetméteres, beköltözik Kisvanda és párja. A Széchenyi út 23 szám, az szintén egy lakásátadó helyszín lesz, ahová most fogunk majd menni. Itt 4 lakást alakítottunk ki. Első lakásban Gergely Márk és párja, második lakásban Antal Renáta, harmadik lakásban Zele Petra, negyedik lakásban Pap Andrea Csilla és párja fog beköltözni. Tehát itt 6 főnek biztosítunk lakhatást. A telepi részen a Turulút 2 szám alatt, ugye ez is egy olyan ingatlan volt, amely nem volt kihasználva, és most a projektnek köszönhetően 3 nagyon szép lakást tudtunk kialakítani. Ide az első lakásba Pejhe Csaba és párja, második lakásba Rigeti Dóra és párja, harmadik lakásba Bodnár Angéla fog beköltözni. Egy 61 négyzetméteres garzonlakást újítottunk föl. Ide beköltözik Hosztafi Amanda és párja. Baros út 12 szám,
Itt egy közel 73 négyzetméteres ingatlant újítottunk fel, beköltözik Fekete Ferenc családjával, két gyermekkel. És ami még várat magára, a Füzesabony Rákóczi út 47 szám alatti ingatlan, itt 4 lakás kerül kialakításra, ennek az átadása októberben fog megtörténni, jelenleg még a munkálatok zajlanak. 4 lakásba beköltözik Tóth Judit és párja, második lakásba Orlócki Krisztián és párja, harmadik lakásba Rácz Simonetta és párja, negyedik lakásba Takács Hidvégi Zsuzsanna és párja. És most hozzátok szólnék, kedves fiatalok, akik ma elfoglaljátok az elnyert lakásokat. Magam és a projektben dolgozó kollégáim nevében kívánom, hogy érezzétek jól magatokat a lakásokban. Ez a 2 év adja meg az alapokat az önálló életkezdéshez. Vigyázzatok a lakásokra, gondoljatok arra, hogy utánatok újabb fiataloknak kell megadnunk ezt a lehetőséget. Szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik bármilyen formában hozzájárultak a mostani eredményekhez. Bízom benne, hogy lesz még folytatás. Pap Andrea a megnyitón köszönte meg, hogy az ő pályázata is pozitív elpírálást kapott, így az egyik Széchenyi úti lakásba költözhet. Ez egy hatalmas ajándék, amit még én soha nem kaptam senkitől. Tehát, hogy lakhatunk egy olyan helyen a párommal, ahol nincsen gondunk csak arra, hogy otthon teremtsünk magunknak, ahogy önök is mondták, és olyan életet éljünk, amilyet szeretnénk. Én a diplomázásom után pályakezdőként kerültem ide Füzesabonyba, a Füzesabony Szihalom Szociális Család és Gyermekölti Központba, mint óvodai iskolai szociális munkás, és rögtön részt vehettem az ösztönző pályázatban, ahol ugye, amelyben 52.000 forintot kaphattam ösztönzésként, ami nagyon jól jön pályakezdőként, mint sokan tudjuk már. És emellett ugye bekpályáztam a párommal, aki már nem sokára, egy hónap múlva a férjem is lesz, a lakáspályázatot, hiszen a következő kérdésünk az volt, hogy ha a friss házat sok leszünk, akkor hol fogunk lakni, hogy ne a szülőkkel lakjunk, amíg elkészítjük majd saját otthonunkat. Úgyhogy önök adtak nekünk időt és lehetőséget, és ezt nagyon szépen köszönöm. Molnár Rihánd alpolgármester az ifjúsági úti ingatlannál ismertette a kivitelezés részleteit. 2018 áprilisában kötötte meg az önkormányzat, illetve az önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, a Városüzemeltetési Kft. A szerződést ezeknek a kivitelezési munkátoknak az elvégzésére. A projekt az 100%-os támogatása, illetve egy bruttó 100 millió forintos költség állt rendelkezésre, hogy ezek a lakások teljes egészében felújításra kerüljenek. A minden ingatlannál, itt ugye az önkormányzat, amikor kiválasztotta az ingatlanokat, ezek túlnyomó részt évtizedek óta használaton kívüli, nagyon rossz állapotú épületek voltak, sok esetben a alapvető közművek is hiányoztak és komfort nélküliek voltak, ugye az energetikáról nem is beszélve, és ezeket kezdték meg a Városüzemeltetési Kft. Dolgozói felújítani. A munkálatok ütemezettel haladtak, ingatlanokat sorba újították fel, minden ingatlannál egy teljes körül tetőcsere valósult meg, a külső homlokzati hőszigetelés, a nyilászároknak a cseréje, a belső villany, illetve belső gáz, szennyvíz és vízhálózat felújításra került, illetve minden lakásban a hideg-meleg burkolat és a festés is teljesen fel lett újítva, tehát mondhatni, hogy teljesen új, mintha újra lett volna épülve, ezek a lakások teljesen újak. Majd Nagy Csaba polgármester Mohai Gergellyel, az EMMI osztályvezetőjével adta át az ifjúság úti ingatlant. Az ifjúság úti házba Tuza Simon Eszter kislányával és férjével költözhet majd be. Azért pályáztunk, mert még a szülőknél élünk, és így, hogy most már ez a pici megszületett, szeretnénk külön életet élni a szülőktől, kicsit leszakadva, és megtapasztalni, hogy milyen hármasban együtt élni, és új életet kezdeni ezzel. Először is szeretnénk majd otthonosabbá tenni, még berendezkedni, legalábbis ő otthon érezze magát minél hamarabb, és
két év alatt azért terveink között szerepel, hogy egy saját tulajdonú ingatlanra szert tegyünk, és innen akkor oda költözni. A két év elteltével Füzesabonyban szeretnének maradni, házat szeretnének venni. A párom itt dolgozik Füzesabonyban, és Luca is itt fog pont hétfőtől bölcsödébe járni, és én itt élek már 33 éve, a szülők itt élnek, és szeretnénk a közelükben maradni, meg így, hogy a párom is itt dolgozik, így akkor ez így adott. Az átadó Nagy Csaba polgármester elmondta, kiemelt fontosságú feladatának tekinti az önkormányzat a fiatalok helyben tartását és az ehhez szükséges feltételek megteremtését. 35 év alatti fiatalokat tudunk lakáshoz juttatni, ezzel ösztönözve az arra, hogy itt Füzesabonyban kezdjék meg életüket, és a későbbiekben itt folytassák. Másik, hogy ennek a pályázatnak van egy olyan része, ahol szintén 35 év alatti fiatalokat tudunk hiány szakmákba támogatni, ezzel is arra ösztönözve, hogy a városunkban maradjanak. Kiemelte, szeretni, ha minél több fiatal választaná otthonának a várost. 2015 óta nagy az elvándorlás a településről, de azóta már ez csökken. Az egy város életében nem jó, hogyha fiatalok máshol keresnek boldogulást. Én azt gondolom, hogy Füzesabonyban is adottak lesznek a lehetőségek, és amik még nem, azokat ki fogjuk alakítani. A Rákóczi úton jelenleg is felújítás alatt álló 4 lakás átadására októberben kerül sor. A 4 sikeresen pályázó ezután költözhet majd be.